Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, akkor az személyes és pontosan rád vonatkozik. A díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, egy vonalban veled látható ez a férfi, aki utal a férfiakra, vagy a lelki társadra. A férfiaknál ez a hölgy utal a társnőre. Mivel egy vonalban vagytok, megvan a kapcsolat kettőtök között. Itt a kártyák jelentik azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt előtte látható ez a medve jelenti az erőt, hogy te adsz számára erőt, vagy ő segít téged, megvan ez a fellépése. Itt az utak kettőtök között azt jelentik, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ez az ismerettség nem volt véletlen, vagy hogy a sors utatok újra kereszteződik, és ez jelent egy találkozást. Itt látható a könyv, ez utalhat tudásra, továbbképzésre, de zárkózottságra is. Itt a közelben egy vonallal a könyvvel megjelenik ez a kulcs, utal a magabiztonságra, ugyanúgy, mint ez a medve, erre az erős, magabiztos fellépésre, de a kulcs jelenthet zárkózottságot, vagy nyitottságot is. Amikor ezzel a kulccsal lezártok valamit, vagy kinyílik egy új ajtó. Jelenti a döntéseket, a változásokat, ugyanúgy, mint az utak. Hiszen mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. A fejetek fölött lévő képek utalnak a gondolatokra. Nála látható ez a torony, az jelentheti azt, hogy ő meg akar nagyobbítani valamit, kiépíteni valamit, de jelenthet zárkózottságot, és amikor benne van ebben a toronyban, mint egy labirintus, és keres egy kiútat, keres egy megoldást. Itt szerencse lesz, hiszen megjelenik ez a virágcsokor, ami szerencsét hoz. Amit ez a torony még jelentett egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, itt láthatóak a beszélgetések, hiszen a madarak utalnak a kommunikációra. Itt lesz egy jó hír, a levél és a virág jelent egy jó hírt, vagy egy meglepetést, vagy egy ajándékot, vagy egy meghívást. Mivel ez az ő gondolataiban megjelenik, ő tervezi ezt, hogy meglep téged, megajándékoz téged. Ez lehet egy utazás is, hiszen a hajó jelenti a külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat, de jelenti a reményt is. Megvan a remény arra, hogy itt a kapcsolat visszatér hozzád, javul a helyzet, tisztázódik valami. Itt a kártya, ami a külföldi kapcsolatokra utal, és a madarak, ami jelenti a beszélgetéseket, ez jelentett természetesen külföldi kapcsolatokat is, de jelentheti egy idegen nyelv tanulását is, sőt, itt egy vonalban megjelenik a könyv, ami utal tanulásra vagy tudásra. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kártyák jelentik a te gondolataidat. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, tervezel valamit, de még vannak félelmek, hiszen megjelennek itt az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott, és így kialakul ez a félelem, félsz attól, hogy nem lesz mozgás, nem lesz hír, de
a kártyák körülötte nagyon jók, és ez utal arra, igen, itt várható egy jó hír, lesz mozgás, különösen ami a szerelmet illeti, és ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Itt a hátad mögött megjelenik a ravasz róka, az lehet egy hamis hölgy mögötted, és pletykálkodik, beszél rólad, de nem nyíltan, hanem ez számodra nem látható, és itt ez a könyv jelenti akkor ezeket a titkokat. Amit a ravasz róka még jelenthet, negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmek, mint félelmek, vagy bizonytalanságok, fordíts itt hátat. A gólyák jelentik akkor a változásokat, hogy másképp látod a dolgokat, és ebben az esetben a kígyó jelentheti a változásokat, a transformációt, a megújulásokat, a gyógyító erőt is, sőt, ez a fa szintén a gyógyulásra utal. Az is lehet, hogy érdekel téged ez a téma, és itt szeretnél ezen a területen valamit még tanulni, de mivel a ravasz róka itt van, azért légy óvatos, lehet, hogy nem a megfelelő időpont ezt indítani. Ez a ravasság és a nehézségek, hiszen a hegy utal problémákra, és olyan dolgok, ami átláthatatlan volt eddig, amit ez a felhő jelent, ez elmúlik, hiszen itt megjelenik a kasza, elvágja a hamisságot, a hamis kapcsolatokat, elvágja a problémákat, eltünteti a felhőt, itt kisüt a nap, kiderül valami, kiderül az igazság, tisztázódik valami, és ami még elmúlik, itt a viták és a veszekedések, hiszen a koporsó ezt le tudja zárni. Persze azt is jelentheti ez a koporsó, hogy van egy örökösödési ügy, és itt lesznek viták, veszekedések, sőt hamisság a háttérben, akkor légy kicsit óvatos. Ami a munkát, hivatást illeti, erre utal ez a kártya, ez a horgony, hiszen ezt jelképezi, a gyermek lehet munka a gyermekekkel, vagy jelenthet egy új kezdetet, és itt az utak jelzik a döntéseket, egy új irány. A csillagkép szerencsét hoz, és itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Ami az otthonodat illeti, vagy a családi kapcsolatokat, erre utal a ház. Ez jelenti a te otthonodat, az ő otthonát, vagy egy közös otthon tervezését, vagy a szomszédokat, vagy a szülői házat, a rokonokat. Tehát a környezetedet jelenti, itt szerencse lesz, hiszen tisztázódik valami. Vagy tisztítasz valamit az otthonodban, és itt látható a szerelem, itt látható a szeretet, a mozgás, sőt, az anyagiak is javulni fognak. Az is lehet, hogy tervezel valamit, ami a hivatásodat illeti, egy magán cég vállalkozását, úgy szívvel, lélekkel csinálod ezeket a dolgokat, itt javul az anyagi helyzet, és ki tudod ezt építeni. Ezt is jelentheti ez a ház. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt látható jó kapcsolatok, javul az anyagi helyzet, lesz mozgás, itt a szeretet, a szerelem, kitisztul valami szerencse az otthont illetően, a családi kapcsolatokat illetően, vagy jelenthet egy ingatlannak a vásárlását is. Itt vannak külföldi kapcsolatok és jó beszélgetések, jön egy jó hír. Második hét, február hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan. Ez kivált nehézségeket és félelmeket, de ez elmúlik, hiszen a kasza ezt eltávolítja. Itt ez a kereszt jelenti a hitedet, mivel itt vannak az egerek, néha vacilláz, higgyek ebben igen vagy sem, de erősítsd a hitedet,
hiszen minden jóra fordul, légy magabiztos, itt lesz egy jó hír. A részéről is, hiszen ez a férfi ezt tervezi, de lehet egy hivatalos dolog, ahol lesz egy jó hír, vagy egy szerződés. Harmadik hét, február hónapban itt látható. A hátad mögött van egy kis hamisság. Légy óvatos. Fordulj el ezektől a személyektől, vagy ezektől a dolgoktól. Ez lezárul magától, hiszen a kasza elvágja ezt a kapcsolatot. Kisüt a nap, szerencséd lesz. Lesz egy új irány, lesznek döntések, ez a férfi erőt ad számodra. Ez a könyv jelenthet tanulást, továbbképzést is. Utolsó hét, február hónapban itt látható. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt, a megújulásokat. De lehet egy idősebb hölgy is. És itt a fa jelenti a betegséget. De lesz javulás, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, a gyermek utal egy új kezdetre, a megújulásokra, javulni fog a helyzet. Itt ez a kígyó lehet egy hamis nő is, de ez a kapcsolat lezárul, hiszen a koporsó ezt lezárja. Itt vannak ugyan még viták vagy veszekedések, ez lehet egy örökösödési ügy is, de ez is lezárul. Fordíts hátat, tekints egy új irányba. Ahol javul a helyzet, ez a párkapcsolat, hiszen ez a férfi segít neked, azon kívül lesz egy új kezdet a munkát illetően, éled a hivatásodat, itt a csillagok szerencsét hoznak, vagy utal egy spirituális területre, és itt ez a park jelenti a nyilvánosságot. Ő felvállal téged a nyilvánosságon, vagy a munkát illetően megkapod az elismerést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!